Tavaly szeptember óta működik Szabadkán a néhány évvel ezelőtt felszerelt mesterséges megtermékenyítési központ. Az első eredmények kecsegtetőek, hiszen a 8 résztvevő páciens közül 2-nél megvalósult a terhesség, 3-nál pedig sikeresen lefogyasztották a megtermékenyített petesejteket, és bizakodva várják a beültetésüket. A szabadkai Mirjana Ribics és párja 2 évig természetes úton próbálkozott gyereknemzéssel, de ez nem sikerült nekik. Nőgyógyásza javaslatára először Újvidéken, majd Szabadkán fordult a mesterséges megtermékenyítési központhoz. 2 godine sme se trudili da idemo prirodno, 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 lečili se, sva što smo prolazili, dok nisam se konsultovala sa mojom doktoricom, doktoricom Tatjanom Popović, i ona nam je rekla da krenemo u postupak van telesne oplodnje, gde sam ja ono ostala u šoku, dobro, nemam šta da gubim, neću zbog godina tamo vamo, i tako smo mi ušli. S tim da prvi postupak kad smo radili nije bio ovde u Subotici, nego u Novom Sadu, koji mi je radio isto doktor Radulović, i koji nažalost nije bio uspešan, ali to nije bio razlog da ja odustanem, nego sam išla dalje u borbu. Posle par meseci otvorila se klinika u bolnici ovde i meni je to dalo nekako još veću snagu, motivaciju, idem, nemam šta da izgubim. I ja sam tako uradila. Otišla sam kod doktorice, uzela sam uput za komisiju koja je u Novom Sadu. Prošla sam, došla sam ovde na konsultacije kod doktora. Posle toga ušla sam u postupak koji je naravno za mene bio najlepši, gde me je sačekao jedan dobro organizovani tim sestrice koje su i tekako ljubazne, koje i tekako vole svoj posao, gde u jednom trenutku se nisam osjećala drugačije. Nisam čak što više imala ni osjećaj da ja sada radim nešto što nije prirodno, gde su me one ohrabrivale, gde su me stvarno, mislim, sve najlepše mogu da kažem. Isto tako i za doktorima, za ceo tim ovde kod nas, gde bilo mi baš onako lepo iskustvo, i to lepo iskustvo je urodilo plodom, gde sam ja sada u 5. mesecu trudnoće, i gde se fenomenalno osjećam, gde opet doktor brine o meni, tu su sestrice koje brine o meni. A Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központba Szerbia egész területéről jelentkezhetnek a páciensek. Kompletnu proceduru prijavljuju kod svog izabranog ginekologa u domu zdravlja, koji primeti da imaju problem sa sterilitetom i ide se u dalje, jeli, postupak, gde treba da obave analize koje su potrebne za komisiju, i kada to sve prikupe, sve te nalaze koji su potrebni, idu na komisiji i na komisiji izaberu kliniku gde žele da im se radi postupak van telesne oplodnje. Šta može da ponudi ovaj subotički centar? Znači, zašto je ovo dobro mesto za to? Pa naš centar može da ponudi dobar tim i jedan prijateljski ugođaj, da se ovde osjećaju kao da su maltene kao kod svoje kuće. A központban a nővérek szinte baráti viszonyt ápolnak a páciensekkel. 24 órán keresztül rendelkezésükre állnak, és mindenben segítik őket. A mesterséges megtermékenyítés folyamán a leendő kismamák állandó felügyelet alatt állnak, és mintegy 10 vizsgálaton esnek át. Javljaju se kod nas gde se vrši, jeli, stimulacija jajnih ćelija, i kada doktor oceni, onda dolaze na taj dan aspiracije gde se uzimaju jajne ćelije. To naravno uzima naš ginekolog.
sa našom sestrom koja mu je instrumentarka. Nakon toga to ide u laboratoriju gde naši embriolozi obrađuju jajne ćelije zajedno sa ejakulatom. Nakon toga pacijentkinji se javlja da li na treći dan ili na peti dan se radi embriotransfer, ukoliko je došlo do fertilizacije. A megtermékenyítést laboratóriumi körülmények között az embriológusok végzik. A Szabadkai Központ munkáját a kezdetek óta segíti a világ egyik legnagyobb szaktekintélye, Alfred Knivald, a horvátországi születésű Németországban élő szakember a régió számos megtermékenyítési központjának kialakításánál bábáskodott, de Ausztráliában, Japánban és Izraelben is felnéznek tudására. Prije 3 godine smo napravili kontakt dr. Radulović i ja. Znali smo se od prije još iz Njemačke dok je radio u Gisenu, tako da nije mi bila nepoznanica. Rekao je da što ima namjeru, da li imam mogućnost da zajedno nešto pokrenemo. Naravno, budući da smo do sad, žena i ja, ona je bila prva po tom pitanju u Njemačkoj, pomogli u pokretanju i ovome poticanju, učenju oko 25 centara. Rekao sam zašto ne. Kad vi krenete od nule organizirati jedan centar, ima uvijek, naravno, problema, to znaju svi moji kolege, znaju svi ginekolozi, ne možete krenuti od 0 na 100. Razumijete? Imali smo slične uslove u Osječkoj bolnici, tamo smo, žene i ja, 2002. Od nule smo pokrenuli, znači, kompletni centar, znači, Osječka bolnica, pomagali smo u Splitskoj bolnici, u Zagrebačkom, Vuk Vrhovcu, to je najveći klinički centar sa najviše postupaka u Hrvatskoj, 2 godine sam im pomagao bio. Az embriológus professzor stábunkat is bevezette a mesterséges megtermékenyítés alapjaiba. Kad smo odradili aspiráciu, se odvojili jajne ćelije koje su spremne za oplodnju i spojili ih sa ovim spermatozoidima, čekamo 16 do 18 sati da vidimo da li je došlo do oplodnje. A to vam je, kad si zamislite jednu loptu, u njoj imate 2 jezgrice. Znači, to je dokaz da je došlo do reakcije, da je jezgra od jajne ćelije se diferencirala i jezgra od spermatozoida. Nakon toga se te 2 jezgrice spoje, izmijenjaju svoj kromozomski materijal, genom, imamo novu individu i ta nova individua, to je ta novo nastala ćelija, ima mogućnost da se počne dijeliti. A to se događa u idućih 8 do 10 sati. Ako ju pogledate zatim pod mikroskopom, vidjet ćete dvoćelijsku. 16 sati kasnije, 10 do 16, imate 4, pa 8, pa 16, pa 32, znači geometrijskom progresijom. I onda po negdje peti dan imate ih 64, to je već tkivo. Imate embrioblast, trofoblast i u tom momentu, to je krajnje vreme kad sa ovim kateterom finim vraćamo embrije nazad u uterus. Ezt a műveletet már a nőgyógyász végzi, és ezután azt várják, hogy az anyaméh befogadja az embriót. Ha minden jól végződik, sikeres lesz a terhesség. A Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ több mint 10 éves várakozás után tavaly szeptemberben kezdte meg az érdemi munkáját. A központ megálmodója dr. Alexander Radulović kitartásának, kapcsolatainak köszönhető, hogy a Belgrádi Nők Klubjának diplomata szekciója, a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság, Szabadka Város Önkormányzata
és a magyar kormány segítségével létrejött a közel 500 000 eurós beruházás. Kellett egy majdnem 500 000 euró ez az egész, de mostan egy részben kész, de kellene megint valami új, hogy menjünk tovább, hogy jobb eredmények legyen, mint az embriológus mondja, kellene valami felújítani ezeket. Azért mert sokáig ezek a műszerek nem voltak, nem kezdtük vele dolgozni, álltak egy pár évig, és akkor mostan kezdtük vele, de vannak már újabb, amivel csinálhatunk jobb eredményeket. De ez is nagyon fontos, mert amikor megindítottunk, azt, aki ebben foglalkozik, tudja, hogy az nagyon nagy siker, ha vannak terhességek. És nekünk már az első asszonyokban voltak terhességek, és most is vannak terhességek, és az nagyon nagy siker is adja egy utat, hogyan kell menjünk tovább. Most már teljes kapacitással működik a központ. Az első eredmények kiemelkedőnek mondhatóak, és a további beültetések is sikeresek voltak. 8 transfer volt, amit visszatettük az embrionokból, abból 2 terhesség volt, és 3 megfagyasztott volt az 5. napra, ami mutassa, hogy nagyon jól dolgozik a labor, és azokat a fagyasztottakat mostan egy normális ciklusba visszatesszük a transferáljuk az asszonyoknak. És most ebbe a ciklusban van egy 15 paciens, ami már van egy terhesség, de csak eredmény van, labor eredmény a 2 asszonyról, többi még nem is kaptuk ezt, hogy tudjuk, hogy terhesség, azt majd tudjuk ezekben a hetekben, ami következnek. Lehet itt én átlagot mondani, hogy a próbálkozások közül átlagosan mennyi megtermékenyítés jár sikerrel, és ez mitől függ? Hát attól az első, amiből függ, hogy hány évesek az asszonyok. Normális, ha fiatalabbak, 30 évig, meg 35 év között nagyobb a siker, 40 év után elég kevés a siker, de bár nekem, ahol dolgoztam, vannak abba az időkorban is elég sok terhességek és jó siker. Itten, ha fiatalabbak és ha nincs a férfinek a spermasejteke probléma, akkor mehet a siker 50-55% is, de általában, amit minden ország bejelenti, hogy 30%, ha van valahol 30%, az nagyon nagy siker. Inkább úgy mondjuk, ha a minden, ami több mint 30%, az siker egy medőségi centrum működésnek. A Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központba Szerbia egész területéről jelentkezhetnek a páciensek. Azok a párok kerülhetnek be az állami programba, akik átesnek minden szükséges vizsgálaton, és az illetékes bizottság is jóváhagyja a jelentkezésüket. Azok a paciensok jönnek, akik már nem tudtak teherbe esni 1-2 év után, és minden már meg volt csinálva, a kivizsgálás, meg a próbálkozás, és akkor a végső ez, hogy a testen kívüli megtermékedést menjünk arra, és itten dolgozzuk ezt az állami programot, ami ha van az a komisszióra, ami még az asszony, először a nőgyógyász, aki megcsinálja az egész kivizsgálásokat, akkor küldik ide hozzánk, akár még a komisszióra, és akkor, ha a komisszió aláírja, hogy minden feltételek megvannak, hogy menjenek arra,
minden laborkivizsgálások, meg a többi kivizsgálások, meg, meg a, hogy annyi éves, amíg lehet az állami programot csinálni, akkor, akkor jönnek ide, és akkor csináljuk a tervet az egész stimulációnak, és aztán pontosan, hogy mikor csináljuk a, az egész procedúrát. Hány alkalommal lehet ezt a procedúrát megismételni, és ezből mennyit áll úgymond az állam, és hány éves korig lehet erre jelentkezni? 43 évig lehet ezt, amit az állam fizeti. Nincs akadály, hogy amennyi van az asszony, amennyi akar, hogy menjen. Arra is, ami újdonság, hogy jöttek mostan van, ami az állam is finanszírozza, ez a petesejt, meg a sperm donáció, amit bevezetik külföldről, és az lehet, hogy csinálják 45 évig, hogy az asszony ne legyen idősebb, mint 45 éves. És ezt a sima lombi programot, azt az állami programban 43 évig lehet csinálni. A Szabadkai Közkórházban működő mesterséges megtermékenyítési központban az első vizsgálatoktól a megtermékenyítési folyamaton át, a terhes gondozáson keresztül egészen a szülésig egy intézményen belül és egy szakember vezetésével mindent megkaphatnak a programba jelentkező párok. Én a főorvos vagyok az egész szabadkai nőgyógyászati osztályra, és tudom végig is kontrollálni, meg végig a születésig azokat a paciensokat vezetni, és amit még megmondanám, hogy nagyon fontos, hogy miért fognak jönni, mert még miért jönnek a paciensok, azért mert az endoszkópia, amit a kórházban én csinálom, az elég nagyon szinten van az egész Szerbiában. Csinálom a hiszteroszkópiákat, meg a laparoszkópiákat, ami nagyon fontos, hogy a paciens jó készüljön és bemenjen ebbe a meddőségi programba, meg a stimulációra. Nem tudja minden meddőségi centrumban kapni ezt az egész ellátást, az egész diagnosztikát, meg aztán a lombit is, aztán, hogy itten tudjon szülni is, és azért gondolom, hogy elég jó jövőnk van ennek a centrumnak, és hogy lesz sok terhesség.